heti XD-ben. Nem klippelnek, klippelni kéne, mert ha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlenül vicces, csak jó lenne visszalátni heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk, de nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Figyelj, mondom. Hörbi ma streambe elkezdett ugatni a szalaistékről, hogy ők hogy tudtak velem egy lapon lenni, mert hogy én úristen mekkora rossz ember vagyok. Most figyelj, küldött egy levelet az Istinek, vagy az Enfieldnak, tök mindegy. Nem olvasom föl szó szerint, de azt kérdeztem meg, hogy a trash csoportosokat nem akarod felemelni? Valami gyerekgyilkost esetleg? Hogy a faszba viszed erre az irányba? Manin a 3 éves gyerekét viccának halállal fenyegette tavaly. Komolyan, hova tartod az egész? Halállal fenyegettem a viccának a gyerekét, Hörbi szerint. Ezt írta az Enfieldnak, vagy az Istinek. Konkrétan elmondom nektek, hogy mi a baja. Az a baja, hogy az Enfieldék meghívták a podcastbe őt, hogy beszéljen a YouTube-ról. Mondtam nekik, hogy ez amúgy nem egy jó döntés, de szerencsére nem fogadta el. És az a bajuk, hogy én igen. Pedig megadták neki a lehetőséget, és most az a bajuk, hogy ő utál engem, de az Isték nem. Ők nem utálnak engem. Ez a nagy baj az Alkesz Hörbikének most. Az a baj, nincs kedvem bíróságra járkálni. Azt mondtam egy streambe, hogy eddig se voltam nagy videóját néző, de most csalódtam. És most akkor a Szalai Isté meg az Enfield is bűnözők, most már. De Hörbi azt mondta, hogy őket ő emelte föl. Hörbi emelte föl őket, mondom még a Dancsót is, azért mert egyszer elment hozzá. Ez nálam mélypont volt, kidobta a YouTube, visszatérek, együtt fogjuk szidni a hülyéket. Meg azt mondta, hogy a mai youtuberek csecsemőket gyilkolnának pénzért. Még ilyeneket mond streambe. Megy még neki a streambe? Az a baj, tuti nem... Most tuti nem rólam beszél. Meg velem nem merne vitázni, mert nem tudna. Szálltam megírni, ez meg hova tart ez a k***szott YouTube? Hát nem hiszitek el? Én egyszer komolyan mondom, most már visszatérek, azt mindent elmondok, ami az agyamba van. Ideje lenne, akkor lehet nem 2000 embert nézne. Ja, várj, de. Mi az, hogy visszatérek? Miért most abban van, hogy ő elment a YouTube-ról, és most ő... Mi az, hogy visszatérek? Ez hogy lehetséges? Ez akkor olyan nagy közismert szopóznak, hogy a bűnözést viszik. Divattá. Rólam beszél, hogy az Isték meghívtak engem a podcastjükbe. Én bűnöző vagyok. Ez a stream, amit most csinálok, ez egy bűn. És ti hozzájárultok amúgy, csak mondom. Hánynom kell. Felemeltem ilyen szopókat. Ezeket felemelted, igen. Az Istit, meg az Enfieldot. Ő emelte fel azért, mert az Enfield elment hozzá egyszer. De értem én, hogy pénz, meg megélhetés, meg a mai hülyék, de ennyire? A legaljára? Én vagyok a legalja a magyar YouTube-nak, basszus. Hát, Herbi, akkor még alattad vagyok. Fúj, meg én, nem barátkozok senkivel. Nem, mint hogyha bárki akarna veled. Mint ugye normális emberek, ugyebár. Herbi, ez nem, ennyi majom alatt van. Hát... Ne, nem tudom, szerintem a majmok azért okosabbak, mint a Hörbi, meg a reakció idejük is valószínűleg sokkal jobb, mert ők ugye nem isznak. Sok mindenben segít, hogyha nem iszod végig az életedet. Mert ha végigvedeled az életedet, akkor hát nem lesz olyan jó. Itt látni az élő példát rá, ne legyetek ilyenek. Miért van 2 klíma egymás mellett? Hát gondolom az egyik elromlott, és inkább beszereltetett egy újat. Nem tudom elképzelni ilyen sem amúgy, erre még nem gondoltam, hogy ez miért lehet. 2 klíma, 1,5 méterre egymás mellett amúgy. Nem tudom, vágod, nem csak az egyik irányba fújjon, tudod, tornádot akar csinálni otthon. Nem tudom, vágod. Most, hogy ezt mondtad, ezen fog gondolkodni, geci. Ha-ha, odé fúj az alkohol szagot. És akkor a másik irányból meg visszafúj, és akkor újként éri, és akkor megint iszik. Mert megint megérezte. Bűnöző geci videósok. Azt a bűnös... Isten, ezek még az anyjukat is megbaszhatnák egy 10 forintért, bazd meg. Hát, igen, 10 forintért. Nem én vagyok az, aki visszaváltja az üvegeket, azért mert szükségem van rá, Hörbi. Csak a pénz. Azért bármit. Szétbasszák a bolygót, bazd meg, 1000 forintért. Viccának el sem merem mondani. A másik agy halott. Jó egymásra találtak amúgy. Hihetetlen a világ egyetem, bazd meg. Az tényleg a Nokedliknek áll a világ. De ez már nem az. Hány éves lehet ez is, bazd meg? A Szalaisti vagy én? Idióta barom, aztán majd unokái arról beszélnek, hogy volt apukám, aki Hitler volt végül is. Ez egy kicsit erős hasonlat, nem? Hitler vagyok amúgy, a Herbie, azt mondom most épp.
Hallja, amit mond? Nem, csak beszél. Az a baj nem is csak, hogy hallja, nem is gondolja, csak jönnek ki a száján a dolgok. Itt ez a probléma. Hogy még a saját fejébe se hallja őket. Ezeknek semmi se szent, hallod? Saját anyjukat sima. Még ugyanazokat mondogatja, hát lúpol. Jó, inkább úgy keresem meg, hogy nem listázott videók. Nem nyilvánosban van valami válaszvideó, amit elküldött. Kinek? Az Istinek? Hát az Isti nem írt nekem. Na várjál, rákérdezek. Nem küld, azt írta az Isti, hogy nem küldött neki szart se. Most írt, még mindig nézi a streamet az öreg, csak nem ír a csetre. Hogy mibe akartak belehúzni már megint a pénzért? Igen. Szerintem talán 2023-ban nem kattint rá annyi ember a Hörbinek a nevére, mint az enyémre. Bár hogyha az Isték csatornáján lenne, amúgy lehet, hogy sokan rá kattintanának, a f***om se tudja. Szóval, hát nem tudom, vágod, nem tudom, hogy mit kérdeztek volna, de hát ez kemény. Az Istiék amúgy nem is akarták elmondani ezt, ezért teszem hozzá, hogy az Isték nem akarták ezt elmondani sem. Nekem is csak a felvétel után mondták el, hogy amúgy a Hörbit akarták meghívni az első epizódba, vagy második epizódba vendégként, hogy beszéljen a régi YouTube-os dolgokról, meg ilyenek. De hát a Hörbi elmondta már. Így akarva akaratlanul rájöttünk, hogy rólunk beszél. Csak nyilván neveket nem mond, mert fél, nagyon fél. Mert ugye tudja, szerintem tudja ő is amúgy, hogy ez rágalmazás, amit csinál sokszor. Nem tudom, nagyon érdekes. De azt írt a levélbe, hogy én 3 éves gyerekeket fenyegetek meg halállal. Szóval, nem tudom, hogy ez így, hogy másnak írta a levélbe rólam, így fel tudom jelenteni, meg nem azt írta, hogy nem a nevemet írta le, hanem azt, hogy Mannin, ami meg ugye nem a nevem. De ez alapján vagyok azonosítható eléggé sok embernek. Szóval, nem tudom, hogy így jogilag ez így mennyire. Hát ő nem is tudja, ki az a Mannin. Ja, persze, M betűs videós vagyok. Kis szopók, akiket én emeltem fel. Ő emelte fel az Istiéket, hallod? Már rendszerváltás előtt youtubozott. Ő hozta be a rendszerváltást, ha bár. Amúgy azt sem tudom. Nem emlékszel rá? Hát, hogy ki az? Életedben nem jutott volna eszedbe a neve. Ja, még azt írt az Isti, hogy az Anfieldnak küldöttem új videót, de nem most. Hanem amikor meghívták. Tehát ez még ezelőtt volt, hogy elkezdett beszélni. Nem hiszem, hogy arról beszél. De lehet, hogy arról beszélnem úgy stoppen. Közben így kiderítettük. Nem biztos. Herbi bekuszolhatna már 40 évesen. Hát figyelj, nem fog. Te köszönöd $1. De nem fog sajnos, amúgy már az 50-hez közelebben azt hiszem. Mindenféle, lehet, hogy a halálhoz is elég közel van amúgy, mert hallottam ilyen mendemondákat, hogy problémái vannak a hasával. Én azért nem örülnék a halál hírének természetesen, de az biztos, hogy jó mémek lennének belőle. Persze nem én csinálnám őket, de azt tudja, hogy akadna egy pár. Lil Peep még egyszer meghalt. Ezeket nézik, geci, a gyerekek. Hát inkább, mint hogy egy alkoholistát nézzenek amúgy, aki konkrétan rögzíti azt évtizedek óta, ahogy tönkre teszi a saját életét és a körülötte lévő emberek életét. Azért ez egy elég nagy mérföldkő szerintem, amit így nem sok ember rögzít, szóval gratulálok, te vagy az első, aki dokumentálta a saját életének a roncsba menését. Bocsánat, Sodi is megcsinálta. Sodi előbb megcsinálta. Basszus, el is felejtettem. Akkor ezt nem ő hozta be Magyarországra. Nem, ezt most nem, ezt el kell vennem tőle. Pont akartam mondani, hogy ezt is ő hozta be, de nem, ezt a Sodi hozta be. A Sodi már tönkretette az életét valamilyen szinten. Hát nem tudom, hogy a Hörbi vagy a Sodi állnak rosszabbul. A Sodi az szerintem mentálisan sokkal rosszabbul van, mint a Hörbi, de szimpatizálnak egymással, amúgy nem véletlenül. Hörbi, hol lakik? Sümegen, a Baba Boy utca 8 alatt. Ez publikus információ, itt van a leírásban. Beszalsz, mi megy a háttérbe. Drogbáró. Itt amúgy a drogbárót Anfieldra értette, de amikor a streamben néztem, akkor egyáltalán nem tudtam, hogy miről beszél, és nem is mondtam semmit erre, mivel mindig össze-vissza beszél, ezért azt hittem, hogy ez csak egy ilyen random szó nála, mint a Nokedli, vagy a Csó, vagy nem tudom, akármi, és nem értettem, szóval, ja, de lesz még szó a videóban erről. Nem tudom, hogy hogyan nem gyújtotta meg rá senki a házat. Reméli, hogy kap ajándékot a rajongóktól. Persze, hogy reméli, nyilván adnak is neki egy páran, de ezek az ilyen elvakult rajongók. Meg azok szerintem, hát én nem tudom. Ez a vicca meg, ezek mióta nézik őt? Élő közben Örbi házgyújtás. Ebben nem akarok belemenni, de hogyha valaki nagyon-nagyon akarná,
így, hogy a lakcíme nyilvános, szerintem tudna neki olyan károkat okozni az életében, ami neki nagyon rossz lenne, és ott sümegen, ebben az utcában, nem tudom, hogy mondjuk van-e kamera, meg ilyenek, de na, érted, hogy mire akartam célozni szerintem. Jogilag őrlik felfele hivatalos úton, igen? Hogyan? Kik? Zsolti Molti 97 mondja, elég bátor, hogy kiírja a címét. Én a kiskutyáját sajnálom a legjobban. Jaj, tényleg szegény kutya, meg. Na mindegy, majd a Hope meghal. Nem tudom, hogy mióta él a Hope, de már elég régóta él a Hope amúgy. Annyira nem. Egy kis testi kutya amúgy akár 15 évig is élhet. Lehet, hogy tovább húzza, mint a Herbie. Ki tudja? Ki tudja, hány éves lát a Hope? 6-7? Hát léptek a bűnöző szintre. Átléptek a bűnöző szintre. Én ezt értem, de Istit hogy a faszba? Ez volt a következő. Vannak emberek, akik ezt tényleg végignézik. Persze, mert ez élőben volt. Igen, itt szólt el magát, hogy Istiről van szó. Idegbeteg lett a e-mailem. Dohányboltos az ügyvédje. Azt a jó büdös kurva Isten kutat már az emberekbe. És én ezeket szabadjára engedtem, geci. Mint hogyha fogva lettek volna tartva, vágod. Szabadjára engedte őket. Tényleg azt hiszi, hogy ő itt valami Isten amúgy a magyar YouTube-on, és hogy ő teremtette Istit. Hopocska, mindjárt megyünk, csak még megiszok egy rekesz sört. Kettőt. Tényleg azt hiszi, hogy ő hozta létre Istit, meg Anfieldot, meg Dancsót, meg mindent ő hozott létre a magyar YouTube-on. Ebbe van, őneki ez a tévképzete van, és akármennyire is a számok azt igazolják, hogy ez már nem így van, és nem is volt így valószínűleg soha, olyan tévképzetei vannak, egyszerűen már hiába látja ő is, hogy nem érdekel senkit ő. Egyáltalán. Ezt nem értem. Hogy látja, de mégis kapaszkodik ebbe a tévhitbe. A tévhitbe kapaszkodik, miszerint ő itt a jó Isten, és ő hozott létre mindent. Pedig nem. Erre nem. Ó, Istenem. Az egyik halálosan megfenyegetett egy 3 éves gyereket, hogy megöli. Ez én vagyok elméletileg. De itt megint nem mondott neveket, geci. Miért nem mond neveket? Annyira felbassz. Viszont a levélben leírta a nevemet, úgyhogy Manin, amikor ugyanezt írta, hogy én a 3 éves gyereket fenyegettem elméletileg. Szóval, ez így rágalmazás. Viszont, nincsenek itt ilyen ügyvédek, mint a Vica, meg a dohányboltos sümegen. Itt van a sümegi dohányboltos, mert lennének jogi kérdéseim. Az, hogy a Manin névre rágalmaz, azzal én tudok bármit csinálni, vagy nem? Írjátok le, hogy szerintetek tudok-e, vagy nem. Az is elég. Stent mondja, Örbi 7 nap alatt teremtette az internetet. Az első nap hozta letre a Google Chrome-ot, a második napon a YouTube-ot. A harmadik napon az embereket, akik használják. A negyedik nap a YouTubereket. Az ötödik nap a felvevő programokat. A hatodik napon a nezoket. Hetedik napra kifogytam az ötletekből. Manin név nem brand, így szerintem nem mondható, hogy üzleti rontást követel. Figyelj, mennyibe kerül levédeni? Amúgy weboldalam van, szóval nem tudom, hogy arra lehet, hogy fel lehetne húzni, hogy nem tudom, valami cég, vagy nem tudom. Az egyik halálosan megfenyegetett egy 3 éves gyereket, hogy megöli. A másik bereklámozza a YouTube-nak. Ismeritek ezt a rendes ember? Mi a f***a Isten f***a történik ezen a kurva bolygón már? Ajaj. Húságos én. Valaki rágalmaz téged a YouTube felhasználó neved alatt, akkor jogod van fejlenteni, hogy a rágalmazás olyan tényellás, amely kárt okozhat az ember jó hírnevében megítélésében. Valaki ilyen módon sérteget téged a YouTube-on, az nem csak kellemetlen lehet. Ezt a ChatGPT írt. Kajak ChatGPT-vel beszélgetek. Még így is, hogy streamelek. Szíretetlenek. Ott vagyunk! Ott vagyunk a szemüvegében. Hoppá! Hoppá! Ott vagyunk. Nézzétek, azok mi vagyunk. Itt most elvégzem a munkát. Szerintem ezek azok mi vagyunk. Csak meg kell tükörképezni, várjál. Nézd csak is, most már egyből ismerősebb lesz a kép. Ez olyan, úgy érzem magam most, mint a GeoGuessr-es streamerek, várjál. Itt vagyok. Na most fogjuk meg ezt a képet innen. Így mondjuk. És kicsinyítsük le. Hogy ugyanakkora legyen. És most nagyítsuk ki. És nézzük meg. Én szerintem minket nézett itt. Nyomozó. Hívjatok mostantól nyomozónak, srácok. Vagy hát gondolom törölve lettek a kommentek. Biztos törölte a negatív kommenteket az Isti, amik rólam szólnak. Tuti muti. És kurva is nem a világok annyi. Nem tudok írni, leszorom. Ez egy felelősségem, ha belegondolok. A világra szabadítanak ekkora nácikat. Nácikat? Világra szabadítanak ekkora nácikat, pazna. Mi? Hát ezt hogy gondolod?
Mint annó, izé. Beg Zoli. 30 ipszi. Nem erre mit csinál? Mindjárt olvasom, nem láttam Kovi. Amikor a fórumukon, hát ugye ők kezelték a fórumot, hát az övéké volt. 30 ipszi fórum. Azt ott elkezdtem csajozni, ugye úgy hívták, hogy Dia. A Vekeri Fesztiválon félrehívtak, hogy te biztos? Mert amiket ír, az úgy... Szóval nekünk ez nagy felelősség, hogy te most életet változtatsz miattunk, mert a mi fórumunk. Nyugi, nyugi. Uh-huh. Értem, hogy miről beszéltek. Ez az én felelősségem. Ja, hogy most ő tényleg volt ilyen, hogy a Beck Zoli, a Beck Zoli, a 30Y énekese félrehívta őt azért, mert egy 30Y-os online fórumon becsajozott a Diával, és a Beck Zoli megkérdezte, hogy biztos, hogy be akarsz vele csajozni, mert hogy ez a mi felelősségünk. Ez milyen univerzumban történhet meg? Ha keresnék 5000 alternatív univerzumot, akkor se találnál olyat, amiben ez megtörténik. Az meg a másik, hogy a Beck Zoli alapította 30Y-t, és így konkrétan ahhoz hasonlítja magát, mint hogyha a YouTube-ot ő alapította volna. Ami hát valljuk be egy egész magas labda. Ember, olyan sztorikat talál ki, egész nap kitalálja az ilyen fasságokat, amiket mondhatnak a három embernek, aki még kíváncsi rá. Beszarás, Kovi. Hallod? Amit mutatnak, és ami történik, két külön dolog. Nekem még hazugságokat adtak a számba annó. Még Nokelli volt. Ki? Atya, Isten, bassz meg. Az Anfield hazugságot adott a szájába. Ez már is szenny. De legalább takarodnának át valamit. Twitterre, vagy mit tudom én, mik vannak. Twitch, vagy milyen faszom az. Nagyon fú, ne. De az a YouTube-hoz nem erről szólt, az biztos. Nem, arról szólt, hogy így ad a köműves akti meleket és sétáltas kutyát. Ez a kettő a jó content. Ekkora ganégeciket, bassz meg. Hát konkrétan csalódtam, pedig eddig sem voltam egy nagy videóját néző. De most csalódtam. Csalódott az Istibe, hogy velem beszélt. Az meg mekkora veszteség az Istinek. Gondolom most nagyon sír. Szegény Isti. Hát igen, megmondta, nácik vagyunk, mondjuk ki. Igen, igen, Isti. Te még kopasz is vagy ráadásul, meg rövid hajad van, vagy kopasz, nem tudom. Szegény B-Turbo, ő is megkapta. Most már mindenki megkapja amúgy. Mindenki náci, meg pedofilok vagyunk, meg minden. Amikor valami olyan történik, ami neki nem tetszik, vagy olyat mondasz, vagy nem tudom, csak megsérted a kis lelki világát, akkor egyszerűen teljesen ellened fordul, és világi ellenség leszel a személybe, szóval még erre várhatsz, hogy fog rólad beszélni. Most egy-két hétig valószínűleg erről fog loopolni amúgy minden streambe, aztán amúgy elfelejti, de addig számíthatsz rá szerintem, Isti. Ez komoly. Ez nála bevett séma. Kíváncsi vagy. Csak azért mondom, mert ezt szokta csinálni mindig. Jó, hogy mit üzen? Hát kell a pénz, gondolom. Hát, ha nem ezt üzeni, akkor csalódok a De hát miért hiszi azt, hogy ha a Hörbi arca bekerül egy másik videósnál, akkor azzal pénzt fog szerezni? René ZZY mondja, 40 évesen egy játékkal játszik, és azt hiszi az a élete. Elképzelte magának amúgy tényleg az életét, de azt hiszi tényleg, hogy attól valaki pénzt fog keresni, hogy beleteszi Hörbit a videójába. A saját videódban benne vagy csak te, és nem érdekel senkit. Vajon miért? Jaj. Ne! Lejtettem az elcigit, és ráesett a gombokra, basszus. Azt a büdös attól jobb lesz. Isten Mühmeier tévés gecit már, amit áthoztak ezek a gecik. Fiat. Ennyi. Ennyi volt. Mint a vizet, geci! Ebben valaki csináljon egy emótot, könyörgöm, berakom, esküszöm, berakom, 4 óra, 5 perc, 20 másodpercnél keressétek. Ha ebből csinál valaki egy emótot, könyörgöm, csináljatok. Immunis az alkoholra. Hát, az agya nem, sajnos. Azt a büdös kurva, ezt sose gondoltam. Konkrétan meglepődtem. Akik 3 éves gyerekeket fenyegetnek halálosan, azok mennek videós találkozóra. Mi van? Én nem megyek ilyenre, várjál már. Most akkor az Isti is? Az Isti az ment meg az Anfield is. Most akkor ők is megfenyegették a gyereket? Fú, bazzeg, mik ki nem derülnek az Istiről? Hallod? Azt hittem csak én vagyok ilyen. De az Isti is.
szobáltak velem, így már tettes társak. Ja, igen. Ezeket nézzék a gyerekek, az ilyen gyilkos fejűeket. Áldom az eget, amikor megismertem viccelt, és elkezdett videózni. De hogy régen ezek hogy kerültek oda képbe, azt nem is értem. Annyira vak voltam. Nem látta előre, mikor az Anfield-dal videózott, hogy ő szóba fog állni velem. Pedig ha tudtam volna, az anyán sorozatot is gyerekek nézték az animáció miatt, nyilván, egyértelmű. De hát ott is jót tanított a gyerekeknek, persze. Hát könnyű engem becsapni, ezt tudom. Nem ma kezdtem ezt, hogy hát vagyok baszva. Legalább tud róla. Én ki fogom figyelni, amikor ki van írva nála valami. Náluk. Hoppá. Szponzor. Azokra rá fogok írni, hogy ezt tudtad? Itt a screenshot. Kiket hirdet, kiket hype-ol fel, mikkel foglalkoznak. Tessék, itt van. Ugye nem kell videósnak lenni, hogy kapjanak az emberek ilyen fenyegető lófaszokat. Hitelrontás. Amúgy igen. Hitelrontás. De screenshotjai vannak. Ja, biztos. Nagyon sok screenshotja lett erre, hogy ilyen halálosan fenyegetek gyerekeket. Lehet, hogy valaki küldött neki egy kamu screenshotot, de az Isten áldja meg azt az embert, mert legalább most ilyen fasságokat beszél, és be tudom perelni. Miattam tönkrevágja a szponzorokat. De gifet. Én gifet akarok. Basszus. Azt nem mondtam, sorry. Az a baj, szerintem így mindig elhint valamit, és másról beszél, és az a baj, mindig ezt csinálja a streamben, nem tud egyszer elmondani egy összefüggő dolgot, mert tudjuk, hogy miért, és így mindig csak így mond valamit, és általában ugyanazt, és loopol. Szóval nem tudom, hogy erre így mennyire van szükségünk, hogy ezt tovább nézzük, de nem tudom, még megvárok egy-két dolgot, és ha nem mond újdonságot, akkor offolom. Azt hiszi, hogyha eljött volna, akkor te is ott lettél volna, vagy mit tudom én. Lehetséges amúgy, hogy azt hiszi, nem hiszem. Nem tudom, szerintem ő ennyire nem gondolt bele ebbe. Talán. De lehet, hogy ezt hiszi, nem tudom, Isti. Brutális kettő. És ezek hogy alszanak? Fogják magukat, lefekszenek. Igen, pont ugyanúgy, hogy egy normális ember, mert nem csináltak semmi rosszat, ellentétben veled. Ez a nap is jó, te. Én viccán kívül nem is ismerek olyat, mint én. Senkit. Hát, ez valószínűleg nem véletlen. Ketten vagyunk a bolygón, vicca. Meg a Sodi, azért ezt még tegyük hozzá, hárman. Nekik is kéne csinálni podcastet, az új trió podcast. Nagyobbat menne, mint a miénk most, amit csináltunk az Istékkel, ugye? Én nem állok be a sorba, hogy elmondjam. Mit? Mármint így videóba. Rollerrel jöttem? Azt sem tudja, mivel jött. Ezt engedjük el, szerintem, mert ez mit művel még a lakásban? Semmit, végén semmit. Bement egy ilyen random lakásba, de ez már nem érdekel, vágod. Kifosztotta a hajléktalanokat, kibontotta a borukat, meg a kajájukat, ha jól látom, pont itt. Egy random elhagyatott házba lootolja a hajléktalanoknak a kajáját. Idáig fajult szegény Hörmi, nézd meg. Lootol az öreg. A sört ezt magával vitte természetesen. Anélkül nem megy ki a házból. Miért is menne? Az üzemanyag. Fú, bazeg, ez az Escape from Tarkov update elég keményen néz ki. Eddig csak úgy nézett ki, mint egy hajléktalan, most már úgy is viselkedik. Hova raideljünk? Maradjatok még itt a raidre. Jó ét nekem, köszi. Én vagyok a negyedik legnézettebb ember a magyar Twitchen. Nagyon hálás vagyok ezért, srácok. Köszönöm szépen. Nagy királyok vagytok. Hagytam röhög, Anfield is, ez a VR Facebook csatornáján, ott röhögtek, hogy tudod a Hörmi, ha. Tudjátok, hogy ismertem meg Anfieldot? Tőle kérdezgettem itt környéken embereket, hogy tudtok dillert, aki füvet árul, és őt mondták. Itt találkoztunk a Gáz utcán, tőle vettem füvet. Egy diller volt. Egy diller volt? Az kemény amúgy, ilyen rágalmazások vannak. Ezt az Anfield tudja, hogy ilyeneket mondott amúgy. Ez mikori? Ezt valaki tudja, hogy mikori? Mert 6 napja lett feltöltve, de ez mikori? Várjál, már izzítom az Instagram üzeneteket. Így ismerkedtünk meg. Ezt jó, befuttattam. Befuttatta. Ja igen, erre volt egy videója Anfieldnak, nem? Mivel ráment a kapcsolatom egy olyan dologra, hogy megbíztam valakiben, ezt egy olyan ideg állapotba csináltam YouTube-on, live-ba, ráadásul, hogy a végén már annyi vodka történt meg az agyamba, hogy szíttam őt is. Szóval nem kellett volna nekem mindenkiben megbízni, de
amit róla mondtam. Nem, lehet, hogy az, nem a megbízásra van a probléma, hanem azzal, hogy nem tudod, hogy hogyan beszélj az embertársaiddal, nem érted egyáltalán, hogy mit kéne mondani neki, hogy hogyan. Itt alapvetően az alkohol már olyan szinten elrondította az agyát belülről, hogy nem tud működni. Tehát a normális emberi kapcsolatokat és a normális emberi kommunikáció, emberi kommunikációt, azt nem tudja fenntartani. De amit róla mondtam, az hülyeség, hazugság, fasság, csak az ideg volt bennem. Megismétli a történelem önmagát. Ez akkor olyan közismert faszopók, bazd meg, hogy a bűnözést viszik divattá, bazd meg. Itt rólam beszél, csak mondom. Itt ugye még mindig arról van szó, hogy podcast volt velem, mármint hogy a Zenfield meg az Isti csináltak egy podcastet velem, és emiatt, hát én ugye bűnöző vagyok, mert a Herbie-ről elmondtam a véleményemet, és megmutattam azokat a klippeket, amikben fasságokat beszél ő a saját szájával és hangszálaival, de hát ő szerinte, hogyha letörli a YouTube csatornájáról, akkor az olyan, mintha meg se történt volna, szóval, ja, így én bűnöző vagyok, tehát ezek szerkesztett dolgok, mert nekem amúgy annyi időm van, hogy képkockánként lerajzolom Herbie-t, meg utánzom a hangját. Profi Herbie utánzó vagyok, és saját magamra reagálok, ezt szoktam csinálni szabad időmben. Ezért nem volt mostanában stream, mert ezt a videót is most készítettem. Atya úristen, de ha... Ami stoppen megjött a legjobbkor, igen. Hánynom kell. Felemeltem ilyen faszopókat, bazd meg. Hát, Manincom is vendég volt. Igen, igen. Itt volt a probléma. De én beszarok, geci. Hogy mibe akartok belehúzni már megint a pénzért? Kis faszopók, akiket én emeltem fel. Amúgy azt se tudnád, hogy ki az. Életedben nem jutott volna eszedbe a neve. Hát azért az Anfieldot már akkor is ismerték, nem? Amikor a Herbie-vel csinálta a videóját, akkor már azért jó, akkor már ismert volt, nem? Közös videót letörölte, vagy az fenn van még? Mert volt egy ilyen közös videójuk, ezt tudom. De nem tudjátok, hogy ez mikor volt? Úgy köbö. Anfield öreg. Na, itt ez 6 éve van. Pont látok ebből valamit egyébként. Sziasztok, ez most egy... Ez 6 éve van, 2016-ban. Hát akkor már nagyon rég videózott. Az Anfield. Szerintem az Anfield az én 2012 óta videózik kb. De megindesem. Hello! 2012-ben regisztrált. Igen, 9 éve csinált először egy zenét a Videozsomborra. Karrierjének a nagy csúcsa az. De ja, hát azért szerintem nem a Herbie futtatta be. Én azt nem mondanám. Nem lehet másokról beszélni. Vagy jót, vagy semmit. Aha. Beszalsz, mi megy a háttérbe. A drogbáró. Hát léptek a bűnöző szintre. Én azt értem, de Isti, hogy a faszba? Ki lehet a drogbáró? Na, ez egy régi videó, az már 7 hónapos, de nem láttam mégis, emléletleg nagyon vicci lesz. Hát, erről beszélünk. Tudom, hogy tanultam jogot 3 évig. És akkor Debrecen Agráregyetem. Mit mondok neked? Agráregyetemen tanult jogot, vágod? Ahol mezőgazdaságot tanítanak. A traktoroknak a jogát tanulta. Annyi esze is van kb. Mint egy traktornak, csak a traktor az jó is valamire. Napi szar, jajjaj. Na szóval akkor, ha napi szar hadat üzen, akkor én jövök, kis buzi. Úgy látom, nem volt elég, de most már ott van a programozó gyerek, aki IP cím alapján keres, ott a katonai bíróság szülők által, ami a sima... Katonai bíróság? The fuck you mean, bro? The fuck you mean? Bíróságnál sokkal... erősebb. Katonai bíróság jobb, mint a rendes bíróság. Kezdődjön akkor a harc. A napiszar ellen. Egy olyan... nem sokat, 2 hónapot adok neked, és vége. Vége lesz annak az oldalnak. És fel... valaki nézze meg, hogy a napiszar fönn van-e még. Amúgy tudom, hogy fönn van, költői kérdés volt. Felteszem erre az életem, ha kell, személyesen megkereslek, azt... Fú, véged, meghalsz, hallod. Aha, így fenyegetünk embereket videóba, az jó hangzik. Elég bölcs dolog
így 40-valahány évesen, amúgy ennyi esze van valakinek, hogy ezt csinálja. Mondjuk a sziacolós videó is felkerült, ami meg ugye, hát amiben a saját lakcímét mutogatta, meg a személyigazolvány számát, meg minden. Én egyszer elhatározok valaki, valamit, inkább nem alszok, de megkeresem azt a valakit, tönkreteszem a honlapját, beszervezem a nagy ismerettségemet, akik szeretnek, nem úgy, mint téged, mert téged senki gondol, mert fel se vállalod magad emiatt, nehogy utáljanak, mert így is utálnak elegem. Ajaj. Hát akkor... Na majd a napi szar biztos kiadja a gyereknek az IP címét amúgy a Hörbinek. Kezdődjön a harc, én nem fogom feladni. Többen lesznek én mögöttem, hidd el, mikor majd összeállunk, még ha nem is személyesen, virtuálisan, vagy bíróságon, vagy valami, de... Ez beszoktat, kis szemüveges köcsög. Én? A napi szar több mint 5 évvel később is még vidáman működik. Vajon Sodi kereste IP cím alapján? Lehet Sodi volt az informatikus ismerőse. Köszönöm szépen, itt a topál, és most fogunk inni. Most lehet bulizni, nincs most korlátozás. Hát amúgy lehet bulizni, hogyha lenne jó buli. Itt szakad az eső. Ez hány éves? Szia. Mutasd Petit. Peti itt van, Peti ott van, nézzétek ott. Az én 16 éves gyerek lehet. Várja a sört, meg ezeket. Peti ott van. Szóval a Petinek kéne segítség is. Hozza a sört a gyereknek. Az szép. Azt mondták, mutassalak téged. Téged hiányolnak. Engem nem szoktak. Jól csak, hány éves vagyok? Kérlek szépen, 16 vagyok amúgy. Megvette a gyereknek a piát. A felesre kezdünk először? Jaj, még a felest is neki vette? Azt a kurva. Na, amikor úgy a szokás általában a felesre. Mindig is. Egészségedre. Nem merem. Az igen. Ez kemény, 16 éves gyereknek megveszi. Már csak nem szabályt sértünk éli adásban. Lelkiismeretes polgár remélhetőleg feljelentést tett. Na vajon, ki tehette azt a feljelentést? Hoppá! Tájékoztatom, hogy a tapolcai rendőrkapitányságon ismeretlen személlyel szemben szeszesít a árusítás, kiszolgálás és fogyasztás tilalmának megszegése szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljárás van folyamatban. Az ön által a Veszprém megyei rendőr főkapitányságnak megküldött beadványa kapcsán. Hatóságon bizonyítása eljárás keretében ön tanúként kívánja meghallgatni. Szóval feljelentették. Feljelentették a Hörbit, és meg is kapta magáért érte. Csak hát erről még így lesz itt szó. De elég beszéltünk, Bogi, mi van veled? Már rendőr vagy? Akkor kéne egy kis protekció. Ez volt a backlash. Ennyi volt a reakciója rá. Nem kicsi. Nem kicsi protekció kéne. Hát, bazd meg. Mennyire baszhatták meg ezért? Erre valaki rá tud keresni, hogy köbben mennyit kaphatott ért? Életben nem jönnek rá, hogy én képtelen vagyok hazudni. Hallod? Plafon nem szakad, legeci. Iszol valami vizet, teját. Kólát. Csak hogy kirohadjon a fogunk. Ez is milyen hülyeség, bazd. Genetika. Azt hiszem Bicánál volt live, azt ő mondta, hogy ha majd mindjárt megállunk, azt veszünk kólát, aztán mi meg se álltunk venni kólát. Kólát kérsz? Minden, ami szénsavas, úgy hívják, hogy kóla. Múltkor egy nézője viccának is félreértett, hogy mert a Coca-Cola-tól kiúlik a foga. Hogy jött ide a Coca-Cola? Szódát ívott. Minden kóla, ami szóda. Mármint egy külföldi szóda, tehát üdítő. Az jó. Hát ezt nem értem. 50-150 között kaphatta pénzbírságot a gyerek miatt? Na! Az jó, remélem, hogy lesz még ilyen. Ezeket ki kell horgászni az internetről, az meg a sok f***ságot, amit csinált, azt egyszer csak izé lepereli róla valakinek a drágot. Nyakába esik a kóla, gec. Hú, de meleg van. PVC-sek. Inni? Kérjük a kólát. Jó. Azt szerintem kóla amúgy, az ott kólának tűnik, nem víznek. Elég? Bekit ott vagy. Természetesen Coca-Cola volt. Még van egy olyan sztori is, hogy volt nála egy néző, aki teleszarta a WC-t, illetve az öreg Herbie a kajamaradékot is a WC-be önti, mert ennyi esze van, hogy nem tudja, hogy a lefolyóban a kajamaradék az megköt, mint a beton olyan lesz. Tehát ez ott megakad, akkor egy akkora dugolás lesz, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ő eltervezte, hogy megcsinálja. Ebben a videóban nézi, és csinálja meg elméletileg.
a kajálás közben nézed a videót, akkor itt kell kikapcsolni a múny. Kösz, hogy megnézted. Többieknek pedig nagyon jó szórakozást, meg ilyenek. Csak így valami segíthet. Mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod úgy, ahogy ott, meg itt is. Az jó kis szarszaga. Jaj, köcsök, hát az nem megy le. Már fogok hányni, geci. Ezt mindet beleönti amúgy. A Gatorade-et viszi. Ugye nem jön majd fel a szar? Hangosan síró arc, hangosan síró arc. Hangosan síró arc. Lejjebben. Bleh! Fúj, köcsög! Bludgyogott egyet, geci. Az összes létező tisztítószert beleöntötte még a már amúgy is eldugult lefolyó csőbe. Ez szerintem működik? Tehát nem... Engedjük el. Mit csinál? Szerintem ő se tudja. Köcsög! Elkezdtem a lebegülést. Kacső! Houston első oda kiemelve. De a Tóbi mondja, kaki... Csó! Nem nézek oda! Én fixen nem nézek oda! Houston! Csak egy Peti mondja, azt még megeszed. Kurva anyád, Peti! Hány a lyukba, te agyhalott! Konkrétan eldugították a WC-t, akik nézők voltak nála, tele szarták, vágod. És most a nézőinek a szarját szedi ki. Volt nála dugulás elhárító, és azt se bírta kidugítani. A szarfúró gépet is megvette, már több mint 100 000-ben van neki a nézők kulája. Ha megérdemli! Amúgy miért vette meg ezt a gépet? Kajak 80 000-re vette meg ezt a dugulós szarfúró gépet? Ebben elakad nagyon hamar, gondolom van valami kanyar. Az mi durva, hogy egy hozzáértő sem tudta kidugítani nevető arc. Hát persze, mert az összes kaját beleöntés idióta. Akkor hívok egy másikat. Aki van róla nem listázott videó. 35-ért csinálta 5 éve. Hoppá. Van róla nem listázott videó. Az kész volt fél óra alatt, szóval... Cross alulvonás virejéjéjel mondja, az agyában van már a kanyar. Ő egyből levette a WC-t, oda betolta a nagy izéjét, görénygépét, és akkor mondta, hogy nagyon sokat kellett rárakni, mire elérte azt a helyet, ahol a baj volt. És méter, 5 méterenként van árazva, és akkor így 35. Aha. Na most, ha ezek annó 10-ek voltak, most 25, szóval több, mint a duplája, akkor az majd elkér 100-at, hát pont annyim van. 100 000 van összesen? Ez itt már teljesen felesleges a szomszédnak kirakni ezt a kapura. Tényleg onnan is 7,5, minden honnan 7,5 méterre bemegyek. Hogy tudtak több mint 15 métert megoldani addig az aknáig? Azt nem értem. Most onnan jövök 7,5 méterre, itt kéne feljönni a végének. Kérni meg a viccát, megcsinálja azt. Inkább ne hívja, mert az még jobban teleszarja majd. A Bátorkeszi Borfesztiválra fog menni amúgy, igen, hogyha valaki szeretné vele beszélgetni, akkor ott találkozzatok vele nyugodtan. Kérdezzétek föl, hogy mi a véleménye rólam. Nyugodtan videózzátok le, kamerával az arcába, minden nyomjátok. Menjetek nyugodtan, videózzátok le. Nyomtathattok plakátot is. Ki kéne plakátozni az egészet, hogyha látják ezt az embert, akkor vigyázzanak vele. Kamdzsar. Még emlékeztet is az egész napra. What the fuck, bro? Az előbb itt kakikat evett, most meg... Hát, hallod? Az ilyen kajás erényeket, mindent rakosgatsz vissza a hűtőbe, mert ott legalább elal a semmi. Kuszos edény, mert nincs hova lefoljon, hogyha kezed se tudsz mosni olyan magas már. Magadnak köszönheted. Hogy fel kellett volna bennem hitelt az OTP-be? És akkor nem a 70 000 forintos gépet megrendelni, hanem a 700 000 forintosat, az iparit. Meg a magas nyomásúval együtt. Csak hívj egy szakembert, aki ért hozzá, és fizest ki. Sugárzik belőle az értelem, geci, nem? Egy szippantós kamiont kell venni. Mai világban nincs egy szer, ami szétmar mindent. De úgy, hogy így átmegy, az szétmarja, szóval nem kell állnia benne, meg idő. Én tudok egyet, amit szoktál inni. Vagy valami... A laboratóriumban kifejlesztett élőlények, amik mint a piranyai, pont a szart szeretik, a rossz dolgokat, mint a légy, csak koportyúja van.
beengeded őket, lezárod, azt hallod, hogy aztán lehúzod a WC-t, azt ott mennek át azok már ha nincsenek nyomnyomok! Ott tartunk, 2023, hogy 3500 forint. Egy Trainspotting budira ráfújod. Nincsenek nyomnyomok! Lehúzod, hófehér budi, és így megy le, mint a Niagara. 2500 forint Vali néninél. Still az X-kod mondja, az ember szerintem kicsit megőrült. Kicsit megőrült! Meg egy dugulás elhárítta a szer. Mennyi volt múltkor összesen? 25 liter? Ezt vagy mindent levi, mindent szétmar. Még nagyobb lett a dugulás. Még az is. Kajak beleöntött minden szart. Nózsók, az összes dolgot, amit lehetett, beleöntött, és csodálkozik, hogy el van dugulva. Hát ezt nem hiszem el. Nem igaz, már minden szar. A koronavírust megszerkeztik, bazd meg, aival egy perc alatt. Innen fúj a szél. Örbi, szerintem takarításnál beszipuszta a domestos dolv. Ennyi vegyszer, azért lehet, hogy már árt az agynak. Az amúgy benne van. Mit vannak a WC-be? Szia, mosolygó arc. Minden, ami nem tömény. Szóval nem tárgy. Ha nem izék vannak abba, csirkecsontok lehúzva, ha van az embernek Közbálint. Kutyája. A macskát azt mondjuk már húztam le. Lehúzta a macskát a WC-n? Hát akkor nem csodálom, hogy el van dugulva a WC-be. Meg. Hogy Magyarországon már mindenkinek szar a munkakedve, bazd meg, mert 2 éve még 10 000 ért egész nap csinálják, nagy munkakedve, mert minden olcsó a boltba, Orbán elbasz mindent, az 25 ér nincs kérdük semmi, az addig a pénz, az pedig az az kész, le van szarva, jó-e. Órabérnek hívják, amúgy mindenhol alkalmazzák. Egy pénzem is volt rá, ha 100 000, akkor 100 000, hát ott tartok a géppel együtt, nem? De. És most még pluszban lesz az öreg bácsival, még mit tudom én mennyi. Komolyan mondom, nincs ember a bolygón, aki 100 000 ért kitisztította volna. Figyelj, Peti, Orbánja van. 100 000 ért úgy kipucolom, hogy egy évig biztos jó lesz. Aztán évente 100 000. Még addig kifejlesztem neked a csőranyát a laborba. Oké, itt van 20, 40, 60, 80, 100. Rászám, bazd meg 6 óra hosszat, de úgy megy el, hogy nézd! Ez így megy le! Ez így megy le! Ez így megy le! Moshatsz, bazd meg ruhát 2023-ban! Ez az igazi! Öntse bele a lefolyóba, és még lemegy az anyós is! Faszom! Itt zárom le a témát! Asszi kurva, geci, hallod? Rúgjunk be! Rúgjunk be! Végszó! Ezek a tagok szarták tele a WC-jét elméletileg, és utána szét is fikázta őket, ha jól tudom. Itt a csíkon át. Az van. Videó volt. Random nézőket beenged a házba. Pá, hogy ne engedne be? Hát, társaság ez neki. Imádja, hogyha foglalkoznak vele az emberek. Ez bárkit beenged. Ezek ilyen segnyalók, tudod? Mert azért nyalják a segnyét. De nem eléggé, mert sajnos annyi szart nem esznek, mint amennyit ő tud kinyomni magából. 8 óra kereken. Ne, 15 perc van. Ja. Futólépés. Ilyen sport. Cipgame. Ezt mindig mondani fogom. Végre szarhatok. Te jó lesz. Thanks for watching. Nézni fogom mindig. Hát ez a minimum. Ez a minimum. Innentől már nézni fogja, hogy ő nem is tudta, hogy ki a Hörbi, csak így idejött. Az még jobb. Na, most elmegy szarni. Jaj, hogy megint csak úgy volt, hogy egy fénykép a kapuba. De ha másiknak most megy a vonatja, akkor a másik miért nem megy vele? Vagy most visszajön, és akkor most mi van? Hoppá. Már most fikázza? És még vissza fog jönni a gyerek, vigyázz. Miért jön vissza, vagy mi van? Még miért kell megint felmosnom a szart, mikor kidom ezt a szosztam, ezt az egészet? Aj, bassz meg! Vendéglátós, úgy látom. Lehúz le teljesen. Oké! Okay. Lehúzom a mégis. Itt van, bassz meg, a lyukban a szara. Én nem értem az embereket, bassz meg. Egyiket se. Most mi a faszom ez megint? Vajon tudja, hogy nem muszáj random embereket beengedni a saját házába? Szerintem nem tudja.
kurva ülőkét le kell bazd meg baszni. Attól nem ment le a szar, az ülőke volt a hiba. Jó, a hóta még meg vagy, de látom. Uh-huh. Ő még nem szar, tehát elő az udvarra szarik, lehet neked is kéne folytatni ezt. Na, a szarszag megcsapta az öreget. Azaza. 8 óra, most komolyan még visszajön ide a házamba. Mondd meg neki, nem érsz rá, csávert. Ennyire életképtelen vagy, egy 20 éves gyereknek nem tudod megmondani, hogy bazd meg, nem érek rá. 40 évesen. Pedig én aztán türelmes voltam. Persze türelmes voltam, nem mertél semmit mondani. Azért voltál türelmes, mert nem mersz mondani élőbe semmit senkinek, csak az interneten. Ha jár a szája, így megverném, úgy megverném, így a k***ban nyel. Aztán amikor ott áll előtted valaki, és kettőször akkora, mint te, akkor meg izé nem úgy gondoltam, meg így meg úgy. Tesóm nem ismeri a lakáskulcsot 40 évesen. Hát... Én holnap nem dolgozok, én még tudok maradni. De minek vagy mi? Én már... Hát jól érezte magát. Tudom én már... Még egyet fürödnék, de most már nem tudok, mert feljött a víz. Gondoltam, lemegy addig, amíg ma jálisozunk, hoppa. Én nem értem az embereket. Aztán mi... Írták, hogy szerváljál. Vali face mondja, nem hogy örülne, hogy valaki beszélget vele. Nem örül neki. Valahogy megoldom, hogy a chat is látszódjon. De mondjuk csak ennyit. Csak ennyit mondjuk. És akkor tudjátok, hogy ott mi történt. Mindig basztatom őket, videókba jönnek a kommentek a Nokiktól, hogy jó bunkó vagy. Én? Ki a fasz zavarok azzal, hogy itt ülök? Mind egész életemben be vagyok zárkol, hogy senkit ne zavarja. Az azért lenne dolgom. Mi? Megint lapátolni ki a szarát a nézőinnek. Meg ilyenkor el szoktam menni vodkáért. Szóval az kemény! Eltaláltad a kenyér, aki írt a csetre, eltalálta. Ez a dolga van. Hát neki dolga van. Innia kell. Lenne dolga. Hát ennél jobb dolog nincs is. Jól aludjak, hoppa, a fél 9-kó. De az kell a vodka is. Hát ez jól meg szétoltotta AKC Misi a fejemet. Hát igen, szétoltotta. Kirakott egy mémet, ami olyan, mint hogyha ChatGPT-t kérte volna meg. Ezt kaptam az AKC Misitől, ha valaki nem tudná. Baba boy! Utáltak, mikor ki kell fizetni a beatet. És még azt is odaírta, hogy a Manin nevű youtuber. De sokan írták, hogy ja, hát ez jó split lett volna, meg így, meg úgy, most akkor kitérek erre is egy picit. Ott egy 15%-os splitet akart adni Echo 4 darab prodnak, azaz 4 embernek, aki dolgozott a beaten, 15%-ot elosztani. Ami azt jelenti, hogy Echo 85%-ot megtart magának a bevételből, és a 15%-ot elosztja 4 embernek. Az nem sok pénz. Én úgy gondolom, hogy egy előadóként vegyük meg a beatet, mert amúgy a beat nélkül az előadó nem csinál semmit. Csak mondom, tehát beat, az kell. Van egy ilyen fura szellem ebben a szénában, ebben a magyar trap zenében, meg ebben az undergroundban, amit én kurva rühellek. Az, hogy azt hiszik az előadók, hogy a beatmakereknek szükségük van rájuk. Tehát, hogyha én csinálok egy beatet, és az Echo ezt használni fogja, vagy bárki, aki mondjuk az OTL-ben van, vagy akárki, tök mindegy, menjünk az OTL-en kívülre, ez máshol is van, akkor azt hiszik, hogy az én beatemet, hogyha ők használják, akkor az egy olyan nagyon menő dolog, hogy úristen, ez Echo placementem van, mi szopjalak le érte, hogy még te használtad fel az én zenémet? Ez kurvára nem így működik szerintem. Ez itt a kurva egy probléma, hogy meg kéne venni a beateket, mert azért valaki megdolgozott, és még utána, ha jön bevétel, legalább a 20%-át odaadni annak, aki csinálta a beatet. Még ha nem is a felét, mert konkrétan a számnak a fele az lényegében te vagy a másik, meg ugye a zene, ami megy alattad. Magyarázkodhatsz, de ki kérte, hogy szólj bele az ő dolgukba? Ki vagy te, a jó Isten? Haver... Nagyon vak vagy. Szóval, szerinted az jó, hogy ilyen PTN-er díleket adunk, és a külvilágnak pedig azt vetítjük, hogy mi milyen jól élünk? A külvilágnak azt vetítjük ki, hogy drogozunk, meg designer cuccokba járunk, utána meg ilyen spliteket csinálunk, hogy tényleg 15%. Oké, ő csinálta Melodit, de akkor is. Egy melódiért 250 dollár, szerintem azon a szinten, amin Echo mozog, nem pénz. Én nyilván nem fizettem volna ki, de ezt is meg lehet beszélni. Alapvetően, hogyha egy előadó, aki ért is hozzá, az úgy fogja ezt csinálni, hogy a biznisz részében is azért utána néz a dolgoknak, és ért hozzá, és nem Instagram üzenetekbe fog kommunikálni, hogy that's not how it works, bruv. Nem ilyen szlengekkel fognak egymásnak ugatni a beatmaker meg az előadó, mert meg kell lenni egy megfelelő kommunikációnak a kettő között. De hogyha az egyik fél nem hajlandó, akkor utána már a másik fél sem lesz hajlandó, mivel nem adják meg a kellő tiszteletet egymásnak.
alapból, hogy ilyen dílt adsz valakinek, hogy 15%, az már nem adja meg a kellő tiszteletet. Komolytalan, bazd meg. Tök mindegy, hogy mekkora előadóról van szó, ez egy komolytalan díl. És itt most nem a pénzről van szó, hanem arról, hogy tiszteljük egymást, bazd meg. Legalább egy olyan szinten, hogy ha egymással dolgozunk, akkor legyen már bennünk annyi, hogy fizetünk érte, vagy előre megbeszéljük ezeket a dolgokat. Vagy akkor legyen egyértelmű, hogy mit akar az ember, és akkor nincsenek ilyen dolgok. Nincsenek ilyen problémák, hogyha normálisan le van kommunikálva ez a dolog. De nem volt normálisan lekommunikálva. Full album kifizetetlen beatekből áll, mert már leszették. Hát leszették az albumot, majd visszarakják. Mert most azt fogják csinálni, hogy mivel a melódit nem vették meg, ezért csinálnak egy hasonlót, hogy ne lehessen őket beperelni érte, és akkor kirakják úgy a zenét. És akkor úgy már oké, és hogy hasonló. De hát nem baj, majd a haverjai megcsinálják, de mondják, hogy magának is tudna beateket csinálni, csak lusta. De mindegy, hát mások beatjével is nagyon jól lehet csinálni zenét, én ezt elismerem, én is mások beatjével dolgozok. Én nem keresek pénzt belőle, vagy ha igen, akkor azt azért a beatmaker tudja. Szerintem ez így elég egyértelmű volt, amit elmagyaráztam, nem? De ki kérdezett, haver, lehet több száz milliókról szól a 15%, te meg örülsz, ha havonta megélhetsz a minimál bérből, és felsőzed a körmet, te dagadé. Szerinted több száz milliókat keres egy magyar előadó? Várjál! Úgy több száz millió, hogy a 15% több száz millió. Te melyik országban élsz, hallod? Hány éves vagy? Tudod, hogy mennyibe kerülnek a dolgok? Tudod, hogy... Úristen, na jó. Hallod? Itt ástad el magad. Teljes mértékben. Érvek, zéro. Zéro érvek, csak érzelemből beszélsz. Így nem lehet vitát folytatni. De én vágod, én meg akarom győzni. Én nem akarom azt, hogy az emberek ilyen buták legyenek. Én azt akarom, hogy megértse, amit mondok. Elmagyaráztam tök normálisan. Szerintem az 530 néző közül 500 megértette. 500 fixen megértette, amit mondtam. Ő nem. Elmegy a füle mellett. Biztos 100 milliót keres egy magyar előadó egy számmal. Egy OTLS, akit amúgy nem is hallgattak annyian, mint egy mainstream előadót. Megsúgom neked, hogy egy mainstream előadó sem keres ennyit. Senki nem keres ennyit Magyarországon. Senki. Még a politikusok sem. Jó. Most hova megy? Szarni? Na megjött a gyerek, figyeld. Herbi meg nincs ott. Sziasztok. Vodkáért ment és bejött a gyerek a házba, ne! Itt vagyta! Úristen, geci! De vannak emberek, akik kajak a székét nézik a Hörbinek, amíg elmegy vodkáért. Tehát, hogyha azt érzitek, hogy a haszontalan szarok vagytok az életben, és nem ér semmit az életetek, akkor gondoljatok arra, hogy van olyan ember, aki a Hörbi székét nézi 20 percen keresztül. Cső. Cső. Dick. Most itt nem érjük egy fél percig. Pedig most indul a vonat. Elértem, mert a 9-essel megyek akkor. A 9-essel megy. Ó, akkor még egy órát itt kell tölteni, az nem túl boldog. Trollerrel voltál? Nem fogja leordítani, hát miért ordítaná le? És a ballazító. Bent dohányzik. A szarszak meg a cikifüst jól keveredik. Nem is szólalnak meg. Nem is beszélnek egymással, ez a legjobb dolog, ennyire awkward meg az egész, hogy hát ez a legrosszabb dolog, hogyha két percig nem beszélek valakivel, akkor már úgy vagyok vele, hogy haver, lehet, hogy el kéne lépne minden. Haver, akkor már benne. Sima 28-38 mondja, soci. Neked csak sima? Sziasztok. Na most bántam meg, hogy elment a haverok. Jaj, haverének volt füve? Már füvezni akar a gyerekekkel, hallod? Kérdez, hogy neked csak sima cigit van? Ezek a vodkák úgy lecsúsznak neki, mintha víz lenne amúgy, geci, ez ijesztő. Jaj, mekkora buli van. Ezé, epilepszia üzen magára. Valamikor mondta, hogy nem vagyok kétszínű, az csak előadás volt. Aha. Pisinek. Honnan ismered Istit? Hát a nézőm volt, mint mindenki. Anno? Mint mindenki. Csing, 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 csing. Helyben vagyunk. Írogatott, jó. De jó videós. Aztán megcsinálta a Hörbi reakciót. Én mondtam nektek, hogy hú, de jó az a reakció videó. Amúgy van egy, várjátok. A kinti aknát is megjavítja az öreg, figyeld, ott a sok szar benne. Aha, majd ez a gép, ez megcsinálja, figyeljétek. Ott a szarfúró, amit 80 ezerért vett. Kéne rá olyan pöcök, ami úgy hagyja, azt itt hagyod a gecibe, tudod.
konkrétan állt a szarban. Hát belefér, figyelj, belefér. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál. Donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.